Na, és akkor most lesz lehetőségem, ugye, kicsattogni innen, és hol a francba van a... totálisan messze. Jó, de a lényeg az, hogy akkor most, hogyha itt elmegyek szembe, és ott balra, akkor elvileg... Ugye rosszul láttam, hogy ott volt valaki. Biztos, hogy rosszul láttam, hogy ott volt valaki, hogy szakadna meg. Azt hiszem, errefele van a lépcső. Nem biztos. Túlmentem rajta. Vissza. Ja, tehát akkor nekem föl kell jutnom ugye a harmadik emelet fölé gyakorlatilag a padlásra. Ha igaz. Szóval akkor itt meg vagyok. Az elvileg akkor most melyik emelet? Ja, a harmadik emeleten vagyok. Megnéztem én Marikát, vagy nem? Vagy csak akartam? Nem tudom már. Menjünk egy lejjebb. Aztán akkor mindjárt megnézzük. Ja, szerintem csak akartam. Szóval akkor merre fele van ő? Telibe a túloldalon, mindegy, most nem zaklatjuk. Most nem zaklatjuk, jó? Most akkor megyünk fölfelé. Irány a harmadik emelet, és akkor... itt egy balos. És ha igaz, akkor ide föl, itt fönt tudom használni majd a tetőtérnek a kulcsát. És valóban, görög van a falóban. Lőszert láttam. Ja, azt, persze, hogy azt, kiváló. Kiváló. Arra mi van? Semmi, mert James az nem tud összehúzódni. Jó. Jó, úgy tűnik egyébként, hogy tehát most kicsikét magabiztosabban mozgok, mert itt nincs semmi. Ja, de, van itt, az. Ja, igen! Na, az a helyzet, hogy ezt nekem mondtátok a komment szekcióban, hogy James, amikor megnézegeti azokat a cuccokat, ahol régen ugye valami esemény történt, akkor szokott neki így bezizegni, szóval, ja. Arra nem. Akkor csak erre, ugye? Itt semmi nincs az égvilágon. Mi van itt? Oké. Május 9, eső. A hajam még mindig tart. Taft. Na mindegy, nem? Egész nap bámultam ki az ablakon. Itt békés, semmi tennivalóm nincs. Még mindig nem mehetek ki. Május 10, még mindig esik. Beszéltem ma kicsit az orvossal. Vajon akkor is megmentettek volna, ha nem tudják, hogy van egy családom, akit el kell tartani? Tudom, hogy szánalmas és gyenge vagyok, nem mindenki lehet erős. Május 11-e, ma is eső. A gyógyszerektől ma rosszul voltam. Ha csak begyógyszerezve vagyok jobban, akkor mégis ki vagyok. Túloldalom valami? Ja, van, oké. Május 12, szokásos eső. Nem akarok senkinek problémát okozni, de tudom, hogy csak zavaró tényező vagyok. Tényleg akkora bűn futni a helyet, hogy harcolnék? Pár ember szemében biztosan, de ők nem jártak az én cipőmben. Lehet, hogy önző vagyok, de ez az, amit akarok. Egyszerűen így túl kemény. Május 13. Ma bejött az orvos. Azt mondta, hamarosan kiengednek, hogy ideje hazamenni. Boldognak kéne lennem, de félek. Nagyon félek. Úgy érzem, valami történni fog. Mint amikor az utolsó levegőt veszed a csobbanás előtt. De mélyen legbelül tudom, hogy túl késő visszafordulni. És akkor igazából itt semmi az égvilágon. Jó, akkor gondolom, ott egy ajtó. Semmi, akkor gondolom, kimegyek, és akkor kiderül, hogy mi az Istent kell csinálni. Itt ez a... menjünk a... Vazd meg!
Oké, szóval akkor ez a félig leszakadt lift volt, ugye? Most merre fele vagyok itt? Itt is rajzocska. Ja, akkor most jöttem igazából vissza, mert ja igen, ott volt a lift. Itt is egy leszakadt lift, jó. Akkor igazából most jöttem vissza fele, és ha igaz, akkor most... Ah, túloldalon vagyok, kiváló! Hidroterápiás szoba, nézzünk be. Rendkívül magabiztos vagyok, mert hál' Istennek a rádió az azért bezízek, hogyha valami van a közelben, még akkor is, hogyha nem látom. És amúgy is kemény vagyok, mint a kátszéle. Az. Ki a tököm csinál ilyen kádmúmiát, mondja már el nekem valaki. Hidroterápiás szoba, mi aztán gondolom, mit tél, hidegslaggal leveretik a beteget, hogyha hülye. Ez az! Legalább valami bakker. Hála Istennek, köszi. Köszi! Köszi! Rohadt életben már, komolyan mondom, totálisan ki vagyok fogyva. Shotgun shell, tök jó. Ja, akkor ezt is kinyitjuk. Csak hogy tudja közlekedni. Hát esetleg menekülni kell majd menet közben. Nem baj. Ja, és akkor merre fele kéne nekem menni Laurához? Ebből, hogyha itt körbe megyek és megnézem mindegyik termet, akkor gondolom ki fog derülni. Ha-ha-ha-ha! Tök jó, itt lehet ugrabugrálni. Ez bukó. És itt semmi. Legalább egy muszáj jacket hagytak volna itt, hogy mókázzak. Hát ez meg a... Ja, ez megint ilyen bezizgős! Megint ilyen bezizgős, ugye ilyen... Vérből olvastunk, mint a sámánok ugye az eredetiben, mert kemények vagyunk. És akkor most jól fele jövök? Ja, elvileg jól fele jövök, akkor nézzük meg. Laura! Ó, Laura! Valahol. Ja. Itt van esetleg folyosó végén bármi az égvilágon, esetleg ablakot kitörni. Ja, csak nem tudok kimenni. Mindegy igazából. Még nem is akarnám igazából ekkora helyen átszúszakolni magam. Ó, cutscene. How do you know my name? Eddie told me. That big, fat blabbermouth. Laura. Why do you keep running away from me? And how do you know about Mary? I just do. What's the big deal? Why can't you just tell me? You gonna yell at me if I don't? No. I won't, please just... I need to know. Mary's my friend. We met at the hospital last year. Stop lying! Laura, I'm sorry. Fine! Don't believe me! See if I care! Hey! Let go! I'm sorry, Laura, but I can't let you just run around this place. You might get hurt. Hurt by what? Look, just stay with me, okay? This is no place for a kid. Fine. But there's something I gotta get. Laura. It's important. What is it? A letter. For Mary. What? I hid it. In there. This is where you left it? It's in the back. Behind an old pipe. Okay, wait here. Laura? Ha ha! Open the door, Laura. Why should I? I'm a liar, right? Want me to open it? Huh? Do ya? Laura, open this door right now. It's the magic word. Laura! Nope, that's not it. I guess I won't open it. Get me out of here, you brat! In your dreams, fart face. Please open the door. There's something in here. Sure there is. A big lying fart face. See a fart face? Laura! Laura!
elképesztően utálom ezt a kis taknyot. Francba, áááá! Remélem ott fönnmarad továbbra is. Nem úgy tűnik. Kanzba már. De beindult. Hol vagy? Ott volt, passzom. Nem láttam. Jól hallom, akkor a fura lábaink közlekedik. Aha. Oké. Okay. Valami fém lábai vannak, vagy nem tudom mi az istennyi, de remélem, hogy nem fogok megdögleni itt. Ez lenne az első játék során. Azt föl kell venni gyorsan. Futás. Hú, bazd meg. Szerintem shotgunnal többre megyek. Hol vagy már, te rohadék? Na bazd meg, szevasz! Bassza meg! Így el, James, azaz. Hol van? Gyere már le, hol vagy, te szar? Megdöglött? Nem, bazd meg, csak lejött! Rohadt éled! Ajajajajajajaj, baj van. Ez nem jó, oké. Próbáljuk meg pisztollyal. Jó, erre el fog menni egy jó ideig, de remélem, hogy igazából ennyi lesz a... ez a csata. Már lábai vannak neki, úgy hallom, hogy közlekedik azokon. Gyere már, te szar, gyerünk! Ki leszel nyírva? Te féreg! Azaz, gyerünk! Kezd elfogyni a plafon, ez nem jó. Ez very fucking nem jó. De csend lett. Ez intenzívebb, mint az eredetibe. Azaz, gyerünk! Hú, de közel volt! Látom innen! Kezd meg, látom innen! Még jó, hogy erről csak lőszerem van, bakker. Még jó. Ó, baszd meg, ez lejött! Csezd meg, ez tud közlekedni. Szevasz, te szar! Hagyjál békén! Gyerünk, 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 gyerünk! James, James, James! Lépjél, lépjél, lépjél ki, lépjél ki! Na, befejeztük, vagy nem? Úgy látom, nem. Hú, baszd meg, de gyors vagy! Ígyunk, jó? Csezd meg gyorsan! Hú, bozd meg! Azaz, futás, 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 futás! Te mocskos rohadék! Hú, de elbasztam ezt! Kezd meg, ne. Mennyi kell még ennek?
Mennyi kell még ennek komolyan? Na bazd meg már, ez nem jó! Valamit tuti szarul csinálok. Vagy nem tudom. Megint eltűnt? Faszom. Szevasz! Tudod mit? Na végre! Úgy hallom, hogy sikerültem. Nem tudom. Ja! Föladta! Faszom! Retek szarul állok, maradjunk annyiba, jó? Tehát akkor nézzük csak medical, hogy állok. Egy szirincs, kettő health drink, egyet muszáj elhasználnom, basszus. Rohadt életbe. Lehet egyébként, hogy ezt könnyebben is meg lehet csinálni, csak ez az ajtó van. Lehet, hogy ezt könnyebben is meg lehet csinálni, vagy lehet egyébként, hogy azért használtam el ennyi rohadt lőszert, basszus, mert csak akkor kellett volna lőni, hogyha látom a husiját. Nagyon kipucoltam minden lőszert magam alól, basszus. A rohadt életbe, ez kemény. Na mi ez? Azt mondja, hogy 3141-es számú páciens, nem tudom mi ez a 298.9-es dezignáció, szobaszámot nem tudjuk, tünetek, hiperfókuszált, jelenlegi diagnózis, rendbe hozható, javaslatok, ne állj meg semminél. Másik oldal, innen nincs visszaút. Kiváló, köszönjük szépen, ez aztán az orvosi tanács, faszom. Ja. Handgun ammo, ez hasznos. Szirincs, azaz. Kiváló. Hát ilyen sem volt még szerintem, hogy több szirincsem van, mint health drinkem, de ez van. Ez van. Azért kicsit többet is adhatna Bakker, tehát azért gondolom tudja a játék, hogy itt nagyon-nagyon szopadtak. Csűbanyek. Ja. Nyilván ezt meg lehet oldani egyszerűbben is, de ugye nekem fingom nincsen, tekintve, hogy először játszom vele, szóval. Ja. Nem tudom, hányan vagytok még így vele, de gondolom az Xboxosok azok egyáltalán nem fértek hozzá, innentől kezdve ugye szolgálok némi első élménnyel nektek is. Például egy mentéssel, megmutatom milyen az. Na akkor nézzünk tovább, hol vagyunk. Van itt a térképem? Ja, mert elvileg ez ugyanaz, mint eddig is, szóval... Itt határozott jelleggel luk van, szóval itt nem fogunk tudni lemenni. Oké. Okay. Jó, tehát akkor a térkép egyik felét már ki is húzhatjuk nyugodt szívvel. Másik oldalon meg. Ott is luk van. Tele vagyunk lukakkal, banyek. Ez pedig a gyógyszertár elvileg itt, ami zárva van. Pöcsön már bele. Jó. Nagyon szépen terelget. D-roomba voltam, ugye ott kijöttem. A poolba nem tudtam bemenni, mert ugye ott nem férek hozzá. Kerthez se. A lift az működik? Ja, de igazából most akkor le tudok menni a földszintre is, vagy nem? Nem. Nem, nincsen gomb. Hol vagyok egyáltalán? Melyik emeleten? Hülye vagyok, rossz gomb. Első emeleten vagyok, tehát akkor a másodikra tudok fölmenni. És ennyi igazából, tehát B opció nincs. Jó. Menjünk a másodikra, oké? Okay.
ez van, ezt kell szeretni. Ez van. Na csezd meg már. 90 lőszert elpazarolta már az egy rohadékra. Az szép. Az úgy fuck. Ja. Takör itt mi hol van? Nagyon kihalt. Nagyon csendes. Nurse station. Nyitva van? Határozottan nyitva van. Ja, ott az a kád, az kicsikét túlfolyt. Szerintem mielőtt ide bemegyek, bakker, még fogom magamat, és itt... ezt itt lehúzom. Ja. Ez így nagyon-nagyon fasz lesz egyébként, hogy ilyen többszörös valamit kell megoldani már megint. Jó, ott az semmi, azt hittem, hogy legalább hozzáférhetek valamihez. Na, cseszétek meg! Csak agresszívan, jó? Szakadna meg! Nem. Hol vagy te, pöcs? Nightmare nővér! Szevasz! Faszom! Szevasz! Oké. Ez így nem volt fasza, de még tartjuk magunkat, nem baj. Szarra a túlfolt WC, tök jó. Dizájnos, ott be tudok menni elvileg alul. És itt mi van még? Azaz. Lőszer az mindig jó. Na csezd meg már! A lábas jószág anyádat már! Tudok, én is ilyetem, ugye tudod? Pénisz. Hidd el, hogy én jobban bírom, nekem van élettöltöm, jó? Mondom én. Valami még mindig van ott, szóval. Csak szart se látok, szóval. Mindegy, befutunk, meglátjuk. Na? Te basz, Nightmare nővér! Na bazd meg! Hagyjál békén! Nem! Ismerd meg a botomat! Azaz, oké. Jó, tudjátok mit, kicsikét kipucolunk itt a környéken, aztán akkor utána majd tudok tovább menni, jó? Na szóval akkor nézzük a térképet, mink van jelenleg. Mi az, amit el tudok érni? Women's Locker Room. Oda elvileg be tudok menni? Nem, mert zárva van, jó. Ott nem néztem át mindent az égvilágon, szóval most vissza. Gyerünk. Szirincs! Köszi, szirincs! Érdekes. Érdekes! Jó, szóval akkor elvileg itt Nurses Lounge. Nem tudom, hogy ott mindent átnéztem, de mindjárt kiderül. Itt igen. Kicsiket be voltam parázva, szóval nem nagyon mertem körülnézni, de azért igyekszünk, azért igyekszünk. Mocskos lábas. Rosszul láttam, hogy James az nézelődött oda? Rosszul láttam, francba. Pick and fuck, jól van akkor. Szekrény! Okés. Kezdem visszapótolni a hangunammókat, az mondjuk egy pozitív dolog. Ja. És ugye akkor itt voltam, ugye? Nem akarok még emeletet váltani, szóval még körülnézek, hogy mi van itt. Jó?
Elvilágban erre felé is tudok menni. Arról jöttem, ha igaz. Én már nem tudom. Egészen jól látok, szóval... Ez zárva, fuck. Nem. 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 Ez nyitható? Persze, hogy nem. Ott megyek át. És ha én nem akarok még... Az úgy látom, hogy egy teljesen más része neki, szóval meg kéne nézni, mi az, amit még nem csináltam itt meg. Ezt kinyitottam, kinyitottam. L3-ba nem mentem be. Azt tudom, hogy lehet-e egyáltalán, szóval majd mindjárt kiderül. Leengedné már? Drágaságom, köszönöm. Hát ez bizarr. Úgy tűnik, hogy fönnakadtam egyébként, és nem enged le. Na végre, köszönöm szépen. Ez így eléggé szar egyébként, hogy csak azt látom, ami... Amire telibe rávilágít, kedves Jámes. Ez így annyira nem fasza. Ez van, szóval akkor még azt az egy darab. Ott még van valaki, nézzük meg. Bugdácsoljunk vissza, megvárjuk őket ott, jó? Nem. Ez mi a franc? Ja, átjöttem ide! Kiváló! Menjünk erre, aztán valami majd csak a nyakamba ugrik. Mondom! Vagy én az övébe? Faszom már! Én is tudok ám vagdalkozni, kicsi köcsök! Na végre! Ha már nincsen kis élettöltöm csába, akkor meg kell vágni, amíg kicsikét jobban megsérülök. Bazd meg! Asú voltam! Ne, gyógyíts! Hú, de sokan lettetek! Ne üss, céloz! Faszom, shotgun! Váltsál már fegyvert, bazd meg anyád! Váltsál shotgunra! A buzi jó édes anyját neki... Oké. Bluebird, köszi csesszétek meg, hogy nem működnek a rohadt gombok, hogyha ütnek. Mekkora fasság egyébként, tehát hogy következő alkalommal fogod magad, és megcsinálod, amit mondok. Mi ebben a bonyolult? Na mindegy. Jó van, gyerekek, most egyelőre akkor itt éppen megállok, és majd innen fogom folytatni, nekifutok még egyszer ennek a jószágnak, remélhetőleg kicsikét jobban. Ha minden igaz, akkor most visszakaptam mindent, ugye? Két szirincs, egy heldrink, ja. Álltam már jobban is, na mindegy. Holnapi napot is kattintsatok ide, jó? Tehát nagyon remélem, hogy élveztétek, és remélem, hogy tovább is kalandoztok majd velem egy kicsikét itt a Brookhaven kórházban, mert para, jó? Jó, szóval akkor holnap ismételtet nekifutunk ennek a résznek. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, továbbra is dobjatok egy kommentet, hogyha szeretnétek beszélgetni, és küldjetek egy lájkot, hogyha tetszett a videó, jó? Ha meg nem iratkoztatok még felfenne a pofátokat, akkor nagyon gyorsan tegyétek meg, jó? Jó, köszönöm szépen. Szép estét mindenkinek, sziasztok!